a Fejlesztés Politikai Magazin támogatója, a Széchenyi 2020 program. Tehetséggondozás a varrógép mellett. Sztojkáné Hergovis Györgyi szociálpedagógus, a Befogadó Társadalomért Egyesület szakmai vezetőjeként olyan tehetséggondozó programot irányít, ahol 13 és 24 év közötti roma lányok kézügyességét fejlesztik. Ruhákat készítenek, és egy önálló stílus divatmárka kialakításán dolgoznak. Jelenleg 10 fő tartozik a csoportba, az ő képességeiket próbáljuk fejleszteni. Heti rendszerességgel találkozunk, megtanulták a lányok a szabásnak meg a varrásnak az alapjait, és nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a ruhadíszítésre. Tanultak különböző strasszozási technikákat, és egyéb anyagoknak a használatát is, hogy hogy lehet jó, hogy mutat jól a ruhákon. Illetve hívtunk olyan szakértőket, olyan előadókat, akik ezt megmutatták nekik a foglalkozások során. Most már 2,5 éve körülbelül zajlik ez a foglalkozás sorozat. Nagyon lelkesek a lányok, nagyon sokat fejlődtek azóta, és el is készült egy 2x10 ruhából álló kollekció. Most készítik az új kollekciót. A tervezés folyamata az körülbelül úgy zajlik, hogy ők megrajzolják az ő elképzeléseiknek megfelelően. Van 3 olyan tagunk, aki a női szabóképzésen is részt vesz a Esztergomi Középiskolában felnőtt oktatás keretében. Ők képesek arra, hogy modellezzék ezeket a ruhákat, megcsinálják a szabás mintájukat, kiszabják, a többiek már részt tudnak venni a varrás folyamatába, és teljesen az ő elképzeléseik alapján díszítik, és strassz mintákat készítenek ezekre a ruhákra. A közösségen belüli érdeklődés a varrás iránt olyan motivációt jelent a munkavégzésre, amit még egyetlen projekt sem volt képes kiváltani a roma nők körében. Ennek megfelelően Györgyiék szeretnék ezt a tevékenységet foglalkoztatási üzleti modellé fejleszteni, és ezt a célt egy újabb sikeres uniós pályázat segíti. A társadalmi vállalkozások támogatásáról szóló, egyébként szintén Európai Uniós Ginopos pályázatra az Egyesülettel sikerült pályázni, mert megfelelő előzetes referenciái vannak hozzá. Jelenleg folyamatban van, hogy ezt a projektet el tudjuk indítani. Tehát itt már konkrétan egy bevételt is termelő tevékenységről lenne szó, ugyanezen az úton, tehát itt már tényleges ruhák készítése és eladása lenne a cél. A szabásvarrás szeretete Györgyinél családi indítatásból fakad, és az alkotás iránti lelkesedését, szeretetét át tudja adni a lányoknak is, akik a munka mellett lehetőséget kaptak arra is, hogy továbbképezzék magukat. A Fejlesztés Politikai Magazin támogatta a Széchenyi 2020 program.